Itt van a könyv, Love Story, vendégem pedig Bárdos András. Sok szeretettel köszöntelek. Szervusz. A Love Story-ról nekem rögtön ugye a film jut eszembe, de hát gondolom Jogan. Mindenkinek. Persze. Romantikus könyv ez? Hát nem egy horror történet, az tény. De ez az eredeti Love Story-nak egy ilyen újra gondolt változata, mondjuk magyar környezetbe tett változata. Téged azért az egész ország egy híradóból ismerhetett meg, ahol tartanod kellett magad a tényekhez, volt egy jelentős személyiség, akire mindenki felnézett és elhitte neki, amit mondott. Aranyos. Voltál, de ez hogy változik meg egy szerelmes könyvben? Rögtön ráéreztél a stílusra? Vagy hát amikor a szerződést bontottunk a TV2-vel, nem is tudom, régen, akkor én fölhagytam a híradózással, és új szakmába kezdtem, ez pedig a könyvírás, illetve a könyvkiadás. És akkor kiadtam egy könyvet, az Ítélet volt a címe, még korábban írtam, még akkor én közben televízióztam, az egy krimi volt. Hát illetve nem is krimi, de azt írtuk rá, mert nem találtunk jobb kifejezést. Ez pedig, mondom, a Love Story című romantikus szerelmi gicsnek a kicsit sprődebb magyar változata. Említetted az Ítéletet, akkor gyorsan még egy nagyon picit ugorjunk vissza. Arról azt írták, vagy azt láttam egy internetes fórumon, hogy megpróbálod benne azt elmondani, amit a híradóban nem mondhattál el. Ezt pontosan hogy kell értelmezni, vagy ezt hogy kell értenünk? Hát tudod, ez Magyarországon úgy van, hogy egy politikai újságírótól, vagy egy híradóstól azt várják, hogy legyen gügye. Tehát ne gondoljon semmit a világról, ne legyen véleménye semmiről, tegyen úgy, mintha egy gép volna. Ugye ez marhaság. Hiszen mindenkinek van véleménye a világról, mindenki látja valahogy a világot, csak azt kell hazudni egy híradósnak, hogy ő nem látja sehogyan se. És ugye azért is volt ez így viszonylag szerencsés, hogy már nem híradóztam, mikor a könyv megjelent, mert hát Magyarországon ma egy politikai újságíró nem írhat egy ilyen regényt. Hát főleg nem romantikus regény. Hát az még talán inkább, de egy olyat, mint a másik olyat nem. Romantikus regényt írhatna egy híradós ma Magyarországon? Hát én nem vennék jó néven tőle. Biztos, hogy nem. Hogy álltál ennek neki? Mi ihlette ezt a könyvet? Én nem vagyok egy nagy romantikus regény, illetve romantikus film élvező. Általában a korábban velem élő nőknek volt a családban a feladata. Nem rajongok a műfajért. De van ez a Love Story című regény, azért sem rajongok, de valamiért többször elolvastam. Olvastad? Az eredeti Love Story-t? Nem olvastad? Hát nem kötelező olvasmány. Most angolul egy ilyen rövidített kis verziót. Még azt rövidítve? Igen, barátom még azt rövidítve, úgyhogy nagyon rövid volt, de a lényege az eltűnt. Szóval van abban a könyvben valami, túl a rengeteg közhelyen, amit feldolgoz, meg az egész hazug világon, amit bemutat, van benne valami, ami úgy elfacsarja az embernek a szívét. És ezt én szeretem, és ezért ezt a könyvet sokszor elolvastam. És akkor eszembe jutott, egyszerűen beleláttam, hogy lehet ezt áthelyezni mai, modern, magyar viszonyok közé, hogy a férfiak nem olyannak, mint abban az eredetiben Oliver, a nők se olyanok, a szülők se olyanok, meg a viszonyok se olyanok. Nőknek írtad ezt a könyvet kifejezetten, vagy ez mindenki számára izgalmas lehet szerinted? Hát figyelj, ma Magyarországon csak a nők olvasnak. A férfiak nem olvasnak regényeket. Orgászmagazint olvassák. Úgyhogy nyilván elsősorban igen, de nem kizárólag. Tehát nem, most nem lebegett a szemem előtt egy elképzelt nő, hogy neki írom ezt a könyvet. De hát nyilván szívesebben vesz egy nő kezébe ma irodalmat, vagy hát ha ez nem is irodalom, de irodalom közeli valamit, mint egy férfi. Saját életedből vannak benne elemek, vagy ez egy teljesen kikitalált? Persze. Hát ez egy gusztustalan fazon, ez a főszereplő, ez Oliver. Olivér, magyarul, egy ilyen igazi pasi, borzasztó sikeres, rengeteg pénze van, és önmagán kívül nagyjából senki mással nem foglalkozik. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nekem nem voltak ilyen korszakaim. Tehát Olivér, akkor még a szereplő neve is marad. Maradt, igen. Igen. A borítón miért egy fecskendő és egy töltőtól van? Nem olvastad a könyvet? Mert nem olvastam. Olvastad volna, akkor tudnád. Most kaptam meg a könyvet, úgyhogy még nem olvastam. Pedig kapható. Hát egy borítónak nem kell visszaadni egy könyvtartalmát. A könyvnek van, vagyis a borítónak van egy világa, és ez nagyjából megfelel a regény világának. És egyébként megtudhatjuk ebből a könyvből, hogy mit érez egy férfi, ha már ez az alcím? Hát ez volt a cél. Tehát esetleg majd, ha úgy alakul, hát a metron felszállsz a Batthyány térre, Kossuth térig elmész, az alatt elolvasod. Esetleg olvasd el, és írd meg nekem, hogy látod ezt.
Igen, szerintem így. Kaptál visszajelzéseket már? Igen, rengeteget. Olyan érdekes, mert amikor én a tévében dolgoztam, ugye 25 éven át tévéztem. És mondjuk az első pár hónapban kaptam visszajelzéseket, az azt követő 24 és fél éve gyakorlatilag már nem. És nagyon furcsa volt, hogy amikor megjelent az első regény, az ítélet, aztán meg ez, akkor elkezdtek jönni a visszajelzések. Facebookon, tucatjával, százával, telefonok, SMS-ek, e-mailek, megállítanak az utcán, mondják. Ez jó, ez nagyon jó. Hát akkor mindenképpen el fogom olvasni. Köszi. Ha már idehoztam. Igen, ha már idehoztad, meg egyébként is megtudhatjuk, hogy mit érzek belőle, vagy mit kellene éreznem nekem. Mondok egy példát, vagy lejárt az időnk, mert akkor nem dumálok. Nem. Hogy talán nagyon fiatal vagy, bár annyira már nem, de azért fiatal vagy. Hogy találkozol-e azzal, hogy egy nő azt várja tőled, hogy egy adott pillanatban érez át valamit nagyon, de nagyon. Valaki beütötte a térdét, és az neked fájjon. Hogy valaki, nem tudom, tönkrement, és akkor sírasd meg az ő életét. Szoktál ezzel találkozni? Persze. És akkor hogyan kezeled ezt? Tehát, ugye azt, amit várnak tőled, azt te nem érzed. Na, nem így van? Nem érzed. Akkor mit csinálsz? Próbál az ember empatikus lenni. Na, de ha nem megy, akkor hazudsz? Például. Hát igen. Te mit csinálsz? Hazudok. Hazudsz? Hát persze, hát hazudok. És azt próbálom én mindenkinek mondani, meg ebben a történetben is benne van, hogy ne kelljen már hazudni. Tehát én értem, hogy a feleségem borzasztóan sajnál valakit, de én nem sajnálom. Mert bennem nincs annyi érzés, mint ő benne. És neki is hazudsz, vagy ő már tudja ezt kezelni? Ő már valamelyest tudja kezelni, de valamelyik nap hazajött, vett egy új kabátot. Megmutatja a kabátot, na hát mondom, de szép kabát. És gondoltam, vége, de nincs. Akkor még fölvette így, meg még megfordult. Még egy kicsit beszélgessünk a kabátról, ugye? De én már nem akartam a kabátról beszélgetni, mert számomra véget ért ez a téma. Kimerítettük. De ő még percekig ott a kabáttal, és az ujja, és a válla, és nem tudom mi. És akkor egy idő után mondtam neki, hogy szerintem nagyon szép ez a kabát, nekem tetszik, de már nem tudok róla többet mondani. És akkor ezt, azt hiszem, hogy nem sértődött meg. Az jó. Nagyon szereted a feleségedet, de szerelmes vagy még belé? Igen. Igen? Hogy igen. Hány év után ezt meg szabad kérdezni? Meg sem mondom, 7 éves voltál. 7? És a tévében találkoztatok ki először? Hát te először nem, vagy igen? Nem. Először tudod, mikor találkoztunk? Még a 80-as évek végén, ő még gyerek volt. A rádióban összetalálkoztunk, de akkor abból nem lett szerelem, hanem csak később valahogy úgy a sokadik látásra. Ez nem első látása volt. Ő kezdeményezett, vagy te kezdeményeztél? Vagy te tartod magad az ilyen sztereotípiákhoz, hogy a fiúnak kell először lépnie? Nem tartom, vagy illetve most nem tartom magam semmihez, mert most ez már nem része az életemnek egy ideje, de nem tartottam magam ehhez különösképpen soha, de azt hiszem, hogy ővele kapcsolatban én voltam az, aki többet tettem, igen. Holott Krisztát mi a tévéből egy keményebb nőnek képzelhetjük. Yeah. Házasságotokban is ez így van, vagy ott azért te viseled a nadrágot? Nem egy ilyen nyalófalú, mici-muci asszonyka, egyáltalán nem. Hát ő valójában, igen, egy kemény nő. De mondjuk nem úgy kemény, ahogy a tévében ez látszott ott. Hát ez így alakult körülötte, de valóban ő céltudatos, és sokszor nem látni rajta, mit érez. Pedig érez, csak nem lát. Mesélted, hogy a kisebbik lányod, most 3 éves, nem bántam, egyáltalán nem az a célom. Gondolom, nagyon szereti anyukát, miért ne szeretné mindenki nagyon szereti anyukáját. Hozzá, hogy viszonyul Kriszta? Tényleg nem volt benned például féltékenység, mikor az első közös babátok megszületett? Ezt apaként milyen lereagálni, mikor a gyerekkel foglalkozik esetleg többet a párja? Bosszantó, de nem féltékenység, hanem méreg vagy dű, hogy hagyd már ott egy kicsit, most menj már moziba. De mondjuk ez a mi esetünkben azért ez nem volt jellemző, mert én is nagyon sokat foglalkoztam. Minden szabadidőmben a gyerekeimmel foglalkozom. Ráadásul előző alomból hoztam másik kettőt, úgyhogy én foglalkozom többet gyerekekkel. De hát ez a kislány, ez kifogott rajtunk, ez a 3 éves, ez hagyjuk is. Tehát akkor gondolom sokat jártak a játszótérre, hogy energiákat levezessetek. Mindenhova járunk nagyon. Hova lehet vinni egy kisgyereket most? Budapesten? Budapesten. Hogy ne a hülye meséket nézze, ne a hülye filmeket nézze. Nem így van, mert nagyon sok nem hülye mese van. Nem mondd, hogy a hülye mesék, mert
Mert például a Disneynek a meséinek a többsége az nagyon jó, és csupa jóra neveli a gyereket. De nem azt kapjuk a kereskedelmi csatornáktól, hogy nem azt kapják nem nézünk, a gyerekek. Tévét nem nézünk, képzeld el, a gyerekek annyira nem tudják, mi a tévé, hogy véletlenül bekapcsolom, mit a meccs van, és akkor valaki átállítja valahova, és a fiamat érdekli, mondjuk valami oroszlános film van, azt nagyon szereti, és pisilnie kell, akkor azt mondja, hogy apu, állítsd meg. Mondom, nem tudom megállítani, ez nem DVD, ez tévé, de ez nem érti. Tehát nálunk a tévé az nem része az életnek egyáltalán. Csak a maga a készülék, mert hogy DVD-n nagyon sok filmet néznek. Szóval, hogy hova lehet vinni gyerekeket? Rengeteg helyre lehet vinni gyerekeket. Rengeteg helyre. A Visegrádi palotától, a Budai Váron át, az állatkertig rengeteg hely van Budapesten szerencsére, meg Budapest környékén. Na majd, hogyha lesz egy olyan műsorunk, akkor talán ellátogatunk veletek egyszer az állatkertbe, az is mindenképpen izgalmas lehet. Mindenképpen gyertek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtál.